Itt az idő szerintem, srácok, hogy belecsapjunk a Sonic 3-ba. És hát ez a Sonic 3, ez az első Sonic játékunk, ami hát nem egy stream lesz. Ezen most sem mondom, hogy nem egy stream lesz egyébként, hanem sokkal, nem sokkal, kétszer annyi, hát kettő. Szerintem kettő lesz, mivel hogy kell, hát jó, hát most nekiállnék 4 órás streamet tolni, akkor lehet, hogy beszélni elfejezni egy streambe, de nem akarom. De nem akarok 4 órán keresztül streamelni, nekem most így 2,5 órát terveztem, őszintén nem terveztem most olyan sokat. De úgy terveztem, úgyis, mert van a Sonic 3-nak az alapjátéka, az kb. Ugyanolyan hosszú, mint a Sonic 2. Viszont van annak egy kiegészítője, a Sonic & Knuckles, ami meg a... ami konkrétan pontosan ugyanolyan hosszú, mint az alapjáték, szóval emiatt kétszer olyan hosszú. A Sonic 3 története, itt már fel fog bukkanni Knuckles is, hát ott konkrétan fel is bukkant Knuckles konkrétan, szóval gyakorlatilag a cutscene-be. Szóval ez a történet már tényleg az a történet, amit láthatunk a Sonic 2 filmbe egyébként. Szóval arról szól, hogy Eggman manipulálja Knuckles-t, aki meg hát nem ismeri még se Sonic-ot, se Tails-t, és az igen. És akkor emiatt megbabonázza olyan téren, hogy mivel hogy Knuckles egy hangyásnő, aki úgymond a hangyásnők lányában, úgymond ilyen régi, ősi örökségben már szinte már családokra áthordva, ilyen feladata van, ilyen örökké tartó feladata van gyakorlatilag, hogy itt őriznie kell egy emeráldot, és hát nem emeráldot, de emeráldot, csak nem a Chaos Emeráldok egyikét, hanem a Master Emeráldot. Szóval van a Chaos Emeráldoknak egy Master Emeráldja, a Mester Smaragd más néven, ami hát így van nevezve, és hát kétszer, hát négyszer akkora, mint az a tényleges Chaos Emeráldok, és tényleg megkülönöznek ez a feladata, hogy ezt őrizze a saját hazájában, ahol lakik, az Angel Island-en, az Angyal szigeten. Mi, hogy az Angyal sziget az egy lebegő sziget, és hát azért is tud lebegni, mi, hogy a Master Emeraldnak akkor energiája van, hogy képes lebegtetni szigetet. És ez a sziget, ez tud lebegni ennek köszönhetően, és hát általában a legtöbb karakternek mindig erre fáj a foga, és a legtöbb főgonosznak, köztük Eggmannek is pont erre fáj a foga, és mindenáron meg akarja szerezni a Master Emeraldot, csak hát látta a fenyegetést Knucklesbe, és ezért megvesztegette Knuckles, úgymond, hát megmanipulálta, hogy valójában nem ő akarja a Master Smaragdot, a Master Emeraldot, hanem Sonicék akarják ellopni tőle. És hát mivel, hogy Knuckles a... Nem csak ebben az egyetlen főgonosz. A következő játéktól kezdve már más lesz az tényleges főgonosz. De csak így spoilerként, egy minimális spoilerként, ő is ugyanúgy a Master Emeraldra fog fájni a foga. De aztán mesélem el, hogy miért. És itt a legszarabb izé special streamét utálok, bazd meg. Össze kell gyűjteni a kék geciket, várjál. Csak őt ismerem el. Jó, meglátod, majd lesznek a fasz ellenségekben aznak, hogy leszopod magad. Egyébként, na szóval, hogy tartottam? Szóval azon tartottam, hogy mivel Knuckles szóval elég jól lehet manipulálni, mivel hogy hát szinte egész életében egyedül élt. Egyedül élt ott az Angel Island-en, hogy a szülei, meg minden rokona, az egész hangyásűn kolónia kihalt már nagyon régen, és ő az utolsó fennmaradt faj, fajnak utolsó fennmaradt példánya, és emiatt egy úgymond szociálisan inkompetens, úgymond szociálisan idióta egyébként, ahogy szokták mondani, hogy egyáltalán nem hülye, szóval egy nagyon okos karakter, viszont hát szociálisan hülye, szóval nagyon könnyedén lehet őt manipulálni, mert nem ismeri ezeket az alap érzelmi vizéket, dolgokat, hogy most nem tudja felismerni, ki hazudik és ki nem. Szóval ezért is hisz
Eggmannek. Szóval ebből is látszik, hogy végre valahára a Sonic 3-nak már van története, és egy kurva jó története van. Alapnakhoz képest egy abszolút jó egyébként. Szóval egy jó sztoria van, és tényleg hát ennek van végre sztoria, mert eddig az első és másiknak abszolút nem volt sztoria. Semmi azon kívül, hogy állatokat kell menteni bazag Eggman elől, vagy Eggmantől. És hát Sonic Seednek meg hát neki kell menteni a hajunkat. Azt ennyi, akit meg elraboltak. Ezen kívül meg tényleg semmi egyéb, ott se. Itt viszont már van érdekesebb történet. Remélem érthetően magyaráztam el a dolgokat, és remélem akkor így te is, Gergő esetleg, vagy aki még kíváncsi a történetre, az is le tudta szűrni akkor, amit én próbáltam elmagyarázni, hogy miről szól ez a játék. És hát ez kétszer olyan hosszú lesz ez a játék, mivel hogy ennek a játéknak kijött egy epilepszia veszély, kérem szépen. Ennek kijött ez most mi? Szóval úgyis el fogod felejteni, mire izé lesz, mire elkezdődik a játék. Most merre kell menni? Hello, most merre? Azért. Csak már vannak már új upgrade-ek egyébként. És itt eloldódik a tűz, bazzak, hogyha izé bemegyek a vízbe. De jó. Szóval itt már vannak új upgrade-ek. Vizes, meg ilyen tüzes, azt ilyen buborékot a csárba, és akkor tudsz dobogni, ilyen bánszolni egyet. Ezt mert két éve ezelőtt sztorikra sem emlékszem. Igen. Úgyse fogod megegyezni. Meg hát mondom, hogy ezért tényleg nem tolja annyira az arcomba, ezért inkább jobb is, hogy ezt egy kicsit elmeséltem. Nem kell aggódni, mert a következő sztorikat már nem fogom elmesélni. Bárki tudja, lehet, hogy igen. Azok már komplexebb sztorik lesznek. Sőt, az Adventure-ket, egynek meg a kettőnek olyan kurva jó sztoria van. A kettőnek van a legjobb sztoria az összes Sonic játékokból. Meg persze a Sonic 06-nak. Ne! Éppen ez a elektromos upgrade, amivel már magadhoz tudod vonzani a izéket, a gyűrűket. Meg aztán már is lehet ezzel csinálni. Hogy duplán tudsz ugrani, double jumpolni, és tudsz ezzel. Egy 4 pluszba kurva jó ez a képesség. A kettő sok új képesség van ebbe a Sonic 3-ba. Meg most már a grafika is változott olyan szinte, hogy a Sonic-éknak a modellje más. Már. Már viszonyítnak mindenféleképpen, de mondjuk lehet, hogy térszetnek annyira nem. Lehet, hogy térszet nem változott annyira. Mindegy, most nem mesélem el még egyszer, attól függetlenül most, hogy izé felfélem, biztos, hogy értette teljesen, de hát majd eljutunk odáig, azt majd mondani fogom, hogy mi a szituáció. Ilyetett a sikerre. De még a Witcher-eket is simán végig spoilereztet, pedig azt aktívan néztem. Bazd meg! Hát igen. Na azt hittem, hogy... Bazd meg magadat akkor. Megint csak. Úgy voltam, hogy már jó régi játék, ezért most már nyugodtan spoilereztetek már, nem kell itt izélni, szarakodni, nem gadok forrád, mert ők, hogy izélni, spoiler, azt meg kell tartani. Úgy voltam be, hogy aki nem játszott még vele, az így járt, és játszott, bazd meg. Hát figyelj, legalább nem kell figyelni a sztorira legalább, mert már tudod, legalább nem kell figyelni a sztorira. Akkor szemmel is tudod játszani a játékot, mert megjött a bombázó. Az meg. Nézd meg, szép basz. Egyébként nem, tényleg nem változott szerintem semennyire se a
dizájnja. Szinte ugyanúgy néz ki, mint a kettőben. Szerintem. Hát, hogy talán minimálisan változott csak. Főképp inkább Sonicnak változott. A dizájnja! Most szétbasszuk a csájátnak a köcsök szájú első bossnak. Mai színben úgy terveztem, mert mai színben nem fogjuk még befejezni ezt a Sonic 3-ot, hogy vitas vagyok, mert ez kb. 4 órás kaland lesz. Úgy érzem. Szóval a Sonic 3 alapjátékig visszük, és akkor a kiegészítőt, a Sonic & Knuckles kiegészítőt, ami ugyanolyan hosszú, pontban ugyanolyan hosszú, pont ugyanannyi pálya van benne. Ott van Knuckles, nem tudom, hogy pont látszódik-e a kamerámtól. Hát ő pont látszódott a kamerámtól. Pont a fejem felett volt a Knuckles egyébként, most nézem. Összeje Sonic szeme. Örülhet Kristóf. Igen, egyébként igen. Itt kezdődött el az összeírés. Hát ez is szeret egyébként, ez is a Sonic 3 a kedvence. Mert itt összeír. Mi volt ennek a pályának a neve? Ez nem a Hydro City Zone, ez még nem? Ez nem a Hydro City Zone. Azt hiszem, az még kicsit később jön az, úgy tudom. És én így emlékszem. Bazd meg! Szerintem most geci jó jött volna most ez a buborékos kenyó. Mindegy, most már. Ez egy kicsit gyakrabban jönnek a buborékok egyébként. Ja, meg itt egyébként Télsznek is van izéje, élete. És ha ő nem szed fel buborékot, akkor ő megfullad ő is, ugyanúgy. És itt most merre kell most itt menjek? Most már nem vágom. Ja, hogy erre? Vagy nem erre? Csak egy random cucc. Ne basszál ki. Mint szar helyre mentem mindig. Szóval a kiegészítőt azt majd nem most fogjuk azt játszani, azt majd a következő streamben azt mondom, mert nem most halljál már meg. Azt hittem megint lefagyott, de tényleg a Hydro City Zone ez, bazd meg, úristen geszi. Jól emlékeztem akkor, ez egy kezi szar pálya. Jó pálya egyébként, mert elvileg ez a Hydro City Zone egyébként egy kezi jó pálya. Édes pályák között talán egyik legjobb. Legnormálisabban megcsinált, inkább úgy mondom. De attól függetlenül kurva nehéz. De nem az élvezhetetlen fajtából nehéz legalább. Ennek örülök. Hogy... Bazd meg már, hát miért nem ugrottál? Nem faszát copjál le, bazd meg. Oda kéne felugrani valahogy. Úgy. Hála Istennek. És itt most hogyan? Itt most merre? Most merre? Mi szerette a Mátyát, hogy higgadt. Higgadt! Hát igen. Hát igen. Én vagyok a legmegtecsesült higgadtságba, az meg. Leghiggadtabb ember a világon. Olyan hidegvérű vagyok, az meg higgadtvérű. Én ugye csak így kellett volna tovább baszkurálni. Nagyon jó, tényleg. Hú, te! Jó lesz ez, most érzem. Ugorjál már! Hát
ez nem fog menni szerintem, nem arra kéne menni először szerintem, vagy én tudja a tököm, hogy merre kell menni. Isten áldjon meg, nem hiába 4 óra. Hát igen, így 5 óra lesz egyébként, most csak így mondom. Kurva anyját ennek. Tényleg bazd meg. Nem hiába lesz 5 óra kezdjük. Nem viselkedik ez a szaros játék normálisan, bazd meg. Hosszalkodik. Végre! Már checkpointot szeretnék kérni. Köszönöm szépen. Anyám. Hát, hogy nem szeretnék még ezt a vízbe érni, de hát, amit kimondtam, már benn vagyok a vízbe. Mit várok? Egy Hydro City Zone nevű pályától mit várok? Ebből egyez. Igen. Szerintem igen, 4 óra, és akkor ebből egy jó ki, 1 óra, másfél óra a Hydro City Zone egyébként. Egyébként igen, ez a híres vizes pálya egyébként ez a Hydro City Zone. De végre valahol megvan a checkpoint, hála Istennek. Mi ez? Ez hogy jutok ide egyébként? Azt nem tudom egyébként, hogy történik ez. Hogy random magától bekerülök ilyen bónusz geci stage-be? Még mind nem értem ennek értelmét egyébként, de mindegy, de jó, legyen. Szerencsére ez is kettő, egy zónának van kettő aktja itt is, vagy itt sem az, mint az első vagy három, hanem az, mint a kettőbe, hogy kettő darab van csak. Csak itt annyi különbsége, hogy ha jól tudom... Na! Halló! Most komoly, bazd meg! Ez most komoly, egy kedvás, kedvis kurva buborékot nem ad. Köves kurva játék, bazd meg! Szájába szexuált anyád, picsa geci kurva. És itt ez a... Jó, megyek is tovább inkább, le is szarom. Hát, vagy lehet, hogy felesleges volt. Ha már kim vagyok, hova akarsz még izé, visszaszámolj bazd, de már rég kim vagyok a felszínen. Hú, yes. Igen, jól emlékeztem, igen, hogy itt annyi a különbség, itt is két akt van egy zomba, viszont itt mindegyik aktban van egy boss a végén, azt hiszem. Itt mindegyiknek a végén van boss. Tehát nem csak a zónának a végén van boss, hanem itt konkrétan kettő van. Anyádat? Hát de bassz már meg, hát... Dögölj már meg. Azt figyelj, télsz. És ezért mondom, hogy télsz el kell lenni, hát... Télszt hozni kell, hát nézd már meg, mit csinált a télsz, bassz meg. Instant, non-stop ütötte. Non-stop nyomta, bassz meg neki. Nem is kell, csináljak semmit. Kurva jó. Télsz lekerjisztek ezt, itt mondom én. Leszopta a Télsz. Nagyon kész, geci. Mondom én. Nem kell így szórakozni. Mert azt tetszik nekem egyébként kurvára ebben a Sonic 3-ban, hogy a pályák nagyon szépen simulnak egymáshoz, hogy akkor nem az van, nem az, mint a Sonic 1-2-ben, meg azt hiszem a CD-ben is. Elsötétült kép, és akkor csak random oda teleportálódsz a másik pálya kezdetére, hanem itt magad egy átsimít téged, átrak téged a következő pályának az elejére. Jó farok. A legjobb farok. Legjobb farka neki van. Igaz. Közel volt. Ez szopás lesz, most érzem. Ez a baj egyébként, hogy úgy tudok csak spindeselni, ez a gurulásos dít csinálni, az úgy hívják, hogy spindes. Úgy tudom csak spindes használni, hogy teljesen megáll a karakter. Hogy amíg mozog a karakter, addig nem tudok spindeselni, és akkor így most konkrétan fullomba meg kell álljak. És csak akkor tudok
felspindeselni, szóval ilyen téren sokkal szarabb. És ilyenkor szoktunk általában meghalni. Mert mire sikerül megálljak, addigra már a szar meg kilapít. Olyanok azt mondjuk egy-kettő, mint én a színmeim intrója. Igen, igen, igen. Igen, hogy... Igen, Berserk, Berserk, tényleg szokja a Berserk. Az bazdag, az kész. Igen, most... Figyelj, te Gergő mindig a izével a végjátszás, a végigjátszatlansággal, a féligjátszással trollkodsz, én ezzel foglak most trollkodni, jól? Mert jó, ezzel foglak most téged trollkodni, hogy... Igen, Berserk, Berserk introlja. Akkor be máskor megbalanszolok neked. De olyan jó volt, igaz, hogy ez kurva jó volt, az meg. Nézd meg, vizen jártunk, azt figyeld, vizen jártunk mi Jézus. Mint Jézus, az meg, úgy mentünk. Jézus nem baszott ekkorát, ja? Hoppá. Máskor nem beszélhet. Gondolj bele, hogy... Bazdmeg, ez egy mém alapanyag egyébként, Gergő. Ez egy mém alapanyag. Olyan kurva jó volt egyébként, hogy esküszöm, ezt lemémelném. Nem tudom, hogy milyen képet raknék behoz be alá, de már megvan az alapterve. Mémekhez. Na figyelj már, Akt 2 milyen fasza? Az Akt 1 milyen szar volt, most az Akt 2 milyen fasza itt az Hydro City-nek. Belemegyek frontálisan az ellenségbe. Várjál. Én fél évig voltam mém alapanyag 3-4 emberek a Castlevania első bossza miatt, szóval nem jó az. Hát most akkor most a Berserk intro miatt. Egyébként nem tűnik egyébként nagy dolognak egyébként, de nekem kurva vicces volt egyébként ez, hogy... Ugye a zene és akkor jó profizmus, árad a profizmus, csak így azért, hogy... Ja, Berserk. De egyébként alapvetően sok ember szerintem egyáltalán nem lenne vittesed, de nekem valamiért az. Azt láttad azért. Azt láttad. Hátra csúszott, hátra szlájdolt, bazd meg azért Sonic. Megkúrta. Nem voltam már itt egyébként. Csak de annyi különbség, hogy nem volt itt víz. Vettem volna már itt egyébként. Furcsa nekem ez, nagyon furcsa. Megint itt van Knuckles. Szóval itt most konkrétan az a feladat, azt csinálják konkrétan Knuckles itt, hogy folyamatosan keresztbe tesz nekünk, szóval mindig átbasz, átver minket, most inkább mindig ilyen csinyekkel, ilyen kis csinkodásokkal, kacérságokkal belehúz minket a csőbe. És meggátolja a haladást. Hát látod, ilyen más-más értékeli, én meg nevetek rajta. Itt is egyből vizes boss, mert miért ne? No! Azért jó, hogy egyébként itt van TS, meg hát ő is fel tudja benne a gyűrűkhez, szóval nem kell nekem rohangáljak a gyűrűre. Nem érem el. Egyből dupla izé baszás egyből. Hogyha elkapjuk a jó embert. Élsz a rájösszegeci. Egyébként néztem, hogy már 23 euró a Tales of Arise. Gatabban most meg pont abban az idő... Ez a baj, de most meg pont abban az időszakban vagyok, hogy most pont nem kéne most nagyon költekezzek. Mert... Tartalékolom kell, még mindig van még... Azért mit vásárolgassak majd, ez vannak még kiadásaim. Jó kis ágyaskámat, vadonatúj ágyaskámat még mindig nem vettem meg. Nem nehéz boss az egyébként, ez csak hát mindig fiebb passz vagyok, aztán figyelek.
ha lesz, az máskor is. Hát ebbe bízok én is. Még már tényleg nem szemeztem rajta egyébként, szemeztem. Tales of Arise-szal. Tök sok jó akció van most, bazd meg, de... Á? Az ki van. Jó lesz hallgatni, hogy ez a Gergő top 3-as, ez a rakásszor. Igen, majd amikor fiam, amikor rage-elni fog, majd akkor mi fiam, majd a rage-es dolog. Ez volt neked a top 3! Ez a gec! Még nem is top 3, top 4. Top 4 volt. Ez a retardáció, bazd meg. Bazd meg, elbasztam! Neee! Gyerünk Tails, ne kurjál fel! Nem maradt több izéhez, gyűrűm, és most feleslegesen ugrattam egyet. De hülye fasz vagyok, bazd meg, miért volt a harmadika? Arra biztos nem fogom mondani, hogy izé. Jön a szar. Ez az. Főleg azért, azt legalább tudom bármikor streamelni már. Mi vagy az, az már megvan. Na jó régóta. De hogy nem. Nem fogom. Hát az itt is vannak ilyen állatok, állatkimentések, de itt már legalább nem ez a fő cél. Legalább. Micsoda? Marble Garden Zone. Jól emlékeztem, hogy volt van Marble Garden Zone is, bazd meg. Ez a Marble Garden Zone, ez a izé, a Marble Zone. Az első résznek a Marble Zone-jának a folytatása, bazd meg. Még azt tudtam, hogy az üvet eszik vagy isszák. Egyik se. Vagy szívják. Három közül valamelyik. És tényleg a háttér az kompletten ugyanaz egyébként, mint a Sonic egynek a Marble Zone-ja egyébként. Csak annyi, hogy itt nincsenek most lávák. Kicsit jobb a zene. Nem ez volt itt a boss? Azt hiszem ez a boss egyébként a három, ennek a pályának a végén, azt hiszem ez a boss. És én így emlékeztem rá. What? Ez hova ment ez? Ha nem áll. Na azaz, most élsz. Gyere! Nem baj, Imó, Halmem úr helyet nem vered. Ez verhetetlen. Hát gondolod. Most! Végre sikerült. Szóval néha lehet hasznosítani a térszak a repüléseit is végre valahára. Levenjél már fel, hát... Hát bazd meg, komolyan mondom. Na végre. Meghalt élsz. Leszarok. Belefeküdtök a dagonyába. Sőt, mondjuk egyébként még hosszabb lehet a Sonic 3 plusz a Knuckles-ös kiegészítő, hogyha esetleg van egy külön lehetőség arra, hogy Knuckles-el is végigvigyük a sztorit egyébként, amivel egy helyel közel néhol egy-két dologban változik. Ilyen cutscene-ekben egyébként. De többnyire a pályák azok ugyanazok a pályák vannak, csak most esetleg egy kicsit talán más felépítésükben. Fokkal, nem sokkal. Mert azért az ő munkája sem Martini, és hát gondolom... Igen, te mit tetted, hogy az Imó izé vendéglátós. Az meg hát nem éppen egy egyszerű munka. Meg is értem, meg nem is. De biztos örül, hogy vannak ketten is legtöbbször, mikor DS streamel, így legájdoljuk neked. Hát fia, legalább így, akkor van segítség akkor Imónak legalább akkor. Tapasztaltatnak kell ott lenniük.
ott kenni a tapasztalt embereknek, mint ahogy te is, Gergő, például, vagy tapasztalt nagy szósz játékos. Meg kell adni a műsort. Szerintem, hogy a... De hova megy ez a szarvasz? Neki. Gondoltam, hogy arra akartál, azt akartad mondani. De hova? Az első homing attack. Most persze sikerült ezt meccselni, nem tudom, az előbbi volt. Valamiért előbb nem sikerült megoldani ezt a dolgokat. Hát ez egy sajnálatos história. És tudtam, hogy belemegyek ebbe a kurva anyjába. Ebből hamarosan már vége a pályának. Azt hiszem. Meg engem mentorálta, én mindig így hivatkozok rád. Jó, de ez a mentoráltság is csak a izébe volt, hát jó a kettőbe. Utána már nem kellett neked mentoráltság, utána megoldott a saját magad egyébként, azt hiszem. Én is így emlékszem. Nem? Én miben segítettem még? Sekiroba? Sekiroba segítettem, azt hiszem valamennyit, igen, valamit segítettem. De nem annyit, mint a DS2-be. DS3-ba nem segítettem, abban nem kellett. DS1-be talán? Minimális, hát nem hiszem. Most mi a passzom most? Itt nincs semmi. Mit kéne itt csinálni akkor? Hogy erre kéne menni? Ja? Hát igen, itt már nem úgy van, mint a Sonic 3, mint a Sonic 1-2-ben, meg a CD-ben, hogy mindegy, merre mész, csak jobbra. Csak jobbra kell menni, ennyi. Balról jobbra. Ez a feladat. Ez a cél. Az meg, ez szép, imádom ezt a üzes képességet pedig, bazd meg. És csak egy pár másodpercet tudtam kielvezni, de ezt a bónuszt is hagyjuk már, mert ez annyira értelmetlen fasság. Nincs értelme. Az a Nioh után volt, így könnyebb volt, mert lassú volt. Igen, valami emlész, valami rémbit nekem, igen, emlékszek rá, ja. És itt a V5 is a boss. Irányokba kelt a DS1-be, irányokba, ahogy hogy merre kell menni, aha. Igen. Egy igazság szerint többnyire a DS2-be kellett szinte csak nagy szinten segítsek esetleg, de utána már nem nagyon kellett. Nagyon kettőtel már segítsen neked. Hát te megcsináltad, megoldott a saját maga, a saját útfőből. Ennyi volt a boss. De látod, itt viszont már, itt már nem csak Eggman van. Legalábbis az első aktoknak az első bosszai azok, első aktoknak a bosszai azok nem Eggman.